Nem tudom, emlékeztek még az Akinátorra? Valamikor nagyon régen játszottam vele, vagy 6 éve, és akkor még egy online játék volt, és most hát egy régi videómat megtaláltam, amivel azzal játszok, és akkor mondom, hogy hű, kiként próbálni, hogy mit fejlődött azóta. Sajnos nem találtam online, hanem csak letölthető applikáció formát öltött most már. Ő is, úgyhogy csak telefonon lehet vele játszani, hát én letöltöttem, és akkor kipróbálom, hogy fog ez menni. Remélem nem fog itt nekem zenélni, mert sikítófrászt kapok tőle. Na, így néz ki most már. Challenge me, I will read your mind. Tégy próbára. Gondolatot fogok olvasni. Ugye az egész egy barkóba játék, és elég nagy adatbázissal rendelkezik. Kíváncsi vagyok, hogy most olyanokat ki tud-e találni, amiket még nem próbáltam, amiket korábban nem tudott. Hát nézzük. Valahol én összeírtam, hogy mit akarok neki feladni. Összeírtam őket ide egy TXT fájlba. Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feladványom van a számára. És karakter lesz mind. Jó, na. Mivel kezdjünk? Micsoda? Is your character made of food? Micsoda? Hogy ez ételből készült karakter? Nem. Nem. Mi a feladványom? Ja, megvan. Kaliban lesz a törvények nélküli robot. Lesz a feladvány. Na, azért mondom el előre, hogy lássátok, hogy megy a játék. Azt mondja, hogy a karaktered valódi? Nem. De most már vannak benne ilyen válaszlehetőségek. Talán nem tudom, igen, nem, úgyhogy ez nem valóságos. A karakterednek vannak lábai? Hát vannak. Kettő is. A karaktered egy animéből? Nem. Nem tudom, miért akar állandóan animéztetni engem? Nem. Erősebb. A karaktered nő? Hát mivel, hogy egy robot nemről nem beszélhetünk. Úgyhogy... Probably not. Egy horror játékból származó karakter? Nem. A karaktered férfi? Hát talán nem. Ugye? Ez a kérdés már volt az előbb. A karaktered egy játékból van? Nem. A karaktered visel ruhát? Jellemzően nem. Nem visel ruhát. Ez egy gyerek tévésorozatból van? Nem. És nem is filmből van, nem is mozifilmből van. A karaktered egy állat? Na, egy első értelmes kérdés, hogyha már megkérdezte, hogy nem visel ruhát, de nem állat. A karaktered ijesztő? Hát egyesek számára ijesztő, tehát azt választjuk, hogy probably. A karaktered egy isten vagy egy istennő? Nem. Határozottan nem. A karaktered fehér? Hát ha a színére gondolsz, akkor egészen biztosan nem fehér. Nem is zöld. Szűkítsd még. Beszél a karaktered? Igen, beszél. Tud beszélni. A karaktered kék? Nem tudom, mire gondol, hogy kék karakter valami... Mi volt ez? Avatarban, vagy mivel voltak ilyen kék cuccok? Nem. A karakterednek van haja? Nincs. Tudomásom szerint... Na. Kezdünk közeledni. Az űrben volt ez a karakter? Igen. A karaktered kapcsolódik valahogy a Marvel világához? Nem kapcsolódik. Sose találod ki Kalibánt. A karaktered egy robot? Igen, egy robot. De azért még ne dőj hátra. Nem tartozik... Nincs róla rajzfilm. A karakterednek fémlába van?
Igen, fémből van. Ezt kitalálja. Nem kíséri gyerek, nincsen gyerek kísérője neki. A karaktered kopasz? Hát, egy robot, nincsen neki haja, igen. A karaktered szerepelt a Star Wars-ban? Nem szerepelt. Caliban nem a Star Wars-ban szerepelt. Egyébként a Caliban című sci-fi sorozatnak a trilógiájába szerepel a főszereplő robot, amit Asimovnak az egyik rajongója írt, Asimovnak a jóváhagyásával, és Asimov univerzumban játszódik, de nem Asimov. Nem annyira könnyű kitalálni. Szóval nem szerepelt a Star Wars-ban. Na. Na. Egy technikai probléma történt. Mit csináljunk? Folytassuk a játékot. Hát ezt én úgy veszem, hogy feladta a játékot, mert nem tudta kitalálni, és akkor bele van generálva, vagy akkor technikai probléma legyen. Akkor bővíteni kell neki. Remélem, hogy nem olyan lesz ez, hogy akárhányszor nem tudja kitalálni, amit feladok neki, akkor elszáll egy technikai hibával, és akkor nekem nem lesz győztes játékom, csak neki. Jó, van, akkor legyen egy könnyebb feladvány. Azt mondja, hogy oké. Ez ilyen hülyeségeket tud kérdezni. A második feladványom Piszkos Fred a kapitány. Ezt talált ki. Mi az, hogy kajából készült? Nem. Nem. Valóságos? Nem. Vannak lábai, igen. És nem anime. Fú, nem lány. Micsoda? A karaktered a Genshin Impactból származik? Nem. Nem játékos. Nem állat. Nincsenek különleges képességei. Használ fegyvert. Piszkos Fred használ a fegyvert? Hát van neki egy kése, amivel bicskázni szokott, tehát ha a kést fegyvernek tekintjük, akkor igen. Félrevezetett az előző játékmenet, nem az űrből származik, egy kicsit más merken, nem is tévésorozatból, nem is mozifilmből. A karaktered szerelmes egy férfiba? Hát nem jellemző. Van a karakternek telefonja? Nincs. Egy könyvből származik? Igen. Most már csak be kéne azonosítani. A karakterednek fekete haja van? Hát nem, mert őszes. Nem. És nem herceg. Egyáltalán nem. És nem is szőke. A karaktered rossz? Határozottan. Igen. Igen, elég genyó. És nem egy comic bookból származik. És nem Amerikában él. Várjál csak, hol játszódnak ezek a piszkos fröccsök? San Francisco, vagy mit tudom. Hát nem tudom, probably. Van tetkó a lábán. Kapcsolódik ez a Five Nights at Freddy's? Nem. Azt se tudom, mi az. Mi az a vattpad? Láthattuk őt moziban? Nem láthattátok. Figyelj! Szétizzadja. Már az előbb megbeszéltük, hogy van haj, akkor minek kérdezed? Van hát, csak nem fekete. És határozottan nem tínédzser. Ez a karakter American? Hát, probably not. Jó, ott Piszkos Frednek az eredeti neve. Theodore Wilbur Fregat kapitány. Van neki bátyja vagy nővére? Nem tudom. Kire gondolsz? Pekka Rollinsra. Hát, nem talált. Folytassuk? Igen. Na. A karaktere tényleg létezik? Hát már megbeszéltük, hogy egy fikcionális karakter, akkor most az hogy működik? Nem videójátékból.
nem fehér a haja, nem visel maszkot, és még mindig nem fekete a haja, már sokat gyára kérdezed, és még mindig nem tartozik animált rajzfilmhez. Idősebb, mint 35? Igen, határozottan idősebb, mint 35. Ismert arra a karaktered, hogy gyereket fogadott örökbe? Nem. Van neki lánya? Nincs. A karaktered egy bűnöző? Igen! Kapcsolhatok comic bookshoz? Nem, még mindig nem képregény figura gyerekek. Végre kitalálta. Igen, szürke haja van. Őszes. Spanyol nyelvű? Eredetileg? Nem. Nem? Nem tudom, hogy lenne tetoválása. A karaktered egy tengerész vagy egy kalauz? Közeledünk. És nem Hector Barbossa a Karib-tenger kalózaiból. Már megint. Jó, egyet rápróbálhattál, azt mondod, hogy nem folytatjuk. If you find your character on the following list, please, not on the list. Nyilvánvalóan nem ismerem a karakteredet. Köszönöm, hogy elmondod nekem a nevét azzal, hogy beírod ide. Piszkos Fred a kapitány. Nem Toró kapitány, nem Astár kapitány, nem Salazar kapitány, nem a tenkes kapitánya most már. Jó van. Mondom. Piszkos Fred. Lehet angolul jobban lenne vein? Hát akkor meg nincs értelme. Piszkos Fred. Nem Fred. A kapitány. Kicsit laggoletta. Next. Mit írjak róla? Bűnöző, meg tengerész. Köszönjük, hogy segített. Na, hát most már akkor ennyi, hogy is többet tudtok. Olvassatok egy kis rejtőt. Na, játszunk még egyet. De van még a listámon legalább egyet. Ezt nagyon szeretném, ha ezt a feladványt, Griffint Wellsnek a láthatatlan emberéből feladni neki. Ezt ki kell találnia, mert ez egy 120-130 éves klasszikus sci-fi. Ezt ha nem találja ki, akkor nagyon hülye. Oké. De jó, hogy dobálod be a reklámot, rá kegyem. Na! A karaktered valóságos? Nem. Nem animéből van. Ugorjunk már ezeket. Nem nő. Nem játékból van. Ja, ha kikapcsolom az internetet, hogy ne jöjjön be a reklám, akkor valószínűleg, hogy nem fog működni a program, mivel hogy valahonnan szedni kell neki az adatokat, úgyhogy akkor most nézzétek egy. Na, szóval nem játékból van. Van neki haja, igen. Van neki különleges ereje? Hát, ha azt veszük, hogy láthatatlan, akkor lehet rá mondani, de egyébként talán, probably. Nem a mozifilmből. Készült mozifilm. Iskolába jár? Nem Peter Parker, rossz nyomon jársz. Nem pókember. Verekedős? Hát azt mondhatni rá, hogy igen, verekedős. Nagyon verekedős volt. A karakter Amerikában él? Nem. Hanem Angliában. A karakterednek fekete haja van? Nem fekete hajú. És nem karddal harcol, hanem puszta kézzel. Rossz a te karaktered? Nem annyira jó a kérdés, mert nem rossz, csak egy cseppet az agyára mentek a körülmények. Talán nem rossz. Igen, egy emberi személy, egy emberi person. Yes. Tévésorozatból? Nem tévésorozatból.
Beszél japánul? Nem. Láthattuk őt moziban? Nem. Talán igen. Nagyon régen film készült róla. És nem isten, és nem is istennő. Igen. Na, könyv. Nem tudom, hogy miért jutunk el a kérdéseknek a, nem tudom, a 19. kérdésben teszi fel azt a kérdést, hogy könyv szereplője. Igen, tehát ha nem tévészereplő, nem filmszereplő, könyv szereplő, azt a harmadik kérdésben meg kéne kérdezni. Igen. Na, közeledünk. Angliában él? Igen. Igen. Langyos. Kapcsolódik Harry Potter? Ez nem volt meg. Kurvára nem. Híres a szépségéről? Nem. Mert nem is lehet látni. A karaktered képes átváltozásra? Talán egyszer neki sikerült, aztán többet sose. A karaktered egy tudós? Igen. Na, mindjárt kitalálja. A karaktered kapcsolódik a kémiához? Igen. És nem Dr. Jekyll, nem Mr. Hyde. Megint elbasztad. Megint rábasztál. Folytassuk még, adok neked egy esélyt, és ha ezt sem tudod... Na, ez egy jó kérdés. Can your character become invisible? Láthatatlanná tud válni? Igen. Na akkor. A karaktered idősebb, mint 50 év? Abszolút nem idősebb, fiatalabb. Karaktered látható? Nem. Karakterednek van állata? Nincs. Haszt a macskát nem számítjuk bele, ugye, amint kísérletezett, de az nem az ő macskája volt. És nem német. Ritka karakter. Well done. Na. Free set. Micsoda? See the character for free. A láthatatlan ember. Igen. Végre kitalálta. Mondjuk jobb lett volna, hogyha a nevén nevezi meg, de ugye a neve azért nem annyira közismert. Így van. Micsoda? Nem kapok érte plecsnit? I must guess your character on my first proposal. Just a little more effort. Let's play again. Anyád. És még Csal is, Akinátor. Tehát nem is tud semmit se, meg ha még feladok neki egy olyat, amit elbukik, akkor elveszi a plecsnit. Nem vagyok rá jogosult. Anyád. Na. Azért még túljárok én a telszeden egy pár szó szerintem. Na, tetszett ez a videó, akkor csapassatok rá egy lájkot, ezzel előrébb kerülhetek a YouTube-nak a kereső motorjába, meg a főhelyekre. Jó? 245-ször volt játékban az a karakter. Na jó. Oké, ezt is megtudtuk. Ha meg tetszett most az Akinátor gameplay, akkor meg nem mondom, hogy most ezért iratkozz fel a csatornára, mert csak ezért ne. Csak amúgy. Na, szia. Stop.